És az egész jegyvásárlás és minden más tevékenység közben terrortámadás éri a buszpályaudvart. Három terrorista fogja megtámadni az embereket. Amikor itt végeztek ezzel a cselekménnyel, akkor elmennek abba az irányba. A metró felé szóltak, három férfi, mi azt a célt tűztük ki, hogyha egy magyar fiatal arra adja a fejét, amiért mi hálásak vagyunk, hogy a terrorelhárítás nehéz munkáját végzi, akkor a felszerelésében, a biztonságában, az ellátásában és a megbecsültségében nem lehet különbség egy amerikaihoz, egy némethez vagy egy osztrákhoz képest. Magyarország ma már egy elég komoly ország ahhoz, hogy ugyanazt a biztonságot, azt az eszközparkot és ugyanazt a figyelmet tudja ígérni és adni a katonáinak, a rendőreinek és a terrorelhárítási bevetésen résztvevőknek, mint bármelyik fejlett nyugat-európai ország. A legmegrázóbb dolog ebben az egészben, amit az ember ilyenkor végignéz, az időnek a rövidsége. Ezt el tudom képzelni, hogy milyen nehéz önöknek erre fölkészülni, mert maga a legutóbbi Terész körúti robbantás is, ha a belügyminiszter úr jól számolt, a felvételek alapján akkor 8, azaz 8 másodperc alatt történt meg, és önöknek pedig éveket kell készülni azért, hogy lehet, hogy egyszer lesz egy 8 másodperces akció elhárításához szükséges kihívás. Úgyhogy én szeretném önöket kérni, hogy ne veszítsék el a türelmüket, meg az álhatatosságukat, végezzék el a fölkészülési munkát úgy, ahogyan ezt reményeim szerint eddig is megtették. Azt az elvet használjuk ki, hogy a szerkezetet megsemmisítjük még mielőtt fel tudna robbani. Lövés! Mi úgy végezzük a munkánkat, hogyha baj van, ha Magyarország bármely polgára terrorcselekmény miatt veszélybe kerül, akkor mi mindannyian, a veszélybe kerültek is, és az országot irányítók is számíthatnak az önök munkájára. Ebben a tudatban végezzük mindketten, önök is és mi is a munkánkat. Sok sikert, jó egészséget kívánok, akinek családja van, legyenek kedvesek, és adják át a jó kívánságaimat a családtagjainak is. A külföldi vendégeinknek pedig külön is köszönöm, hogy eljöttek. Jó éjszakát mindenkinek!